10 percben a fájdalomról és annak kezeléséről. A fájdalmat mindannyian ismerjük, de tudtad, hogy nem minden fájdalom ugyanolyan? Két egymástól teljesen eltérő fájdalom létezik. Az első fajta az akut fájdalom, amit mindannyian ismerünk. Ezt érzed, amikor sérülés ér. Például, ha egy üvegszilánkra lépsz, elesel a bringáddal, vagy az ujjadra ütsz egy kalapáccsal. Minél nagyobb a sérülés, általában annál erősebb a fájdalom. Egy boxoló ütése jobban fáj, mint a barátnődé. Az akut fájdalom kezdetben fáj a legerősebben, de a sérülés gyógyulásával a fájdalom alább hagy, majd végleg eltűnik. Az akut fájdalom rendkívül fontos az ember életében. Figyelmeztető szerepe van. Azt üzeni, vigyázz, ráléptél egy üvegszilánkra, ne menj tovább, mert a seb elfertőződhet. Jobban teszed, ha felemeled a lábad. A másik fajta fájdalom a krónikus fájdalom, amely nagyon bonyolult. Akkor beszélünk krónikus fájdalomról, amikor a fájdalom hosszú időn keresztül állandóan jelen van, vagy időről időre visszatér. Bár nem mindenki ismeri, a krónikus fájdalom is elég gyakori. 100 gyermek és 10 éves közül körülbelül 5 szenved olyan krónikus fájdalomtól, ami miatt gyakran hiányoznak az iskolából, ritkábban tudnak találkozni a barátaikkal, vagy nagyon rossz a kedvük. Az a különös és egyben szokatlan a krónikus fájdalomban, hogy a szervezetben minden jól működik, nincs sérülés, aminek gyógyulnia kellene, vagy a probléma a testben olyan apró, hogy nem magyaráz egy ilyen súlyos fájdalmat. Gyakran nem is látszik, amikor valakinek krónikus fájdalma van. De attól az még jelen van. Annak ellenére, hogy a két fájdalomtípus alapvetően más, mégis van bennük közös is. Függetlenül attól, hogy valakinek akut vagy krónikus fájdalma van, a feje fáj, fogfájása van, vagy a hasa fáj, minden fájdalom végső soron az agyban keletkezik. Egyébként nem is tudatosulna bennünk, hogy fáj valamink. Ha tehát krónikus fájdalmad van, akkor az egy valós érzés, és jogod van ahhoz, hogy segítséget kérj. Hogyan is keletkezik tulajdonképpen a krónikus fájdalom? A krónikus fájdalmat az agy megtanulja, mint egy dalt. Biztos volt már olyan kedvenc dalod, ami nem ment ki a fejedből. Néha az agyunk tudattalanul is képes megtanulni dolgokat, anélkül, hogy igazán akarnánk, vagy akár olyanokat is, amelyeket kifejezetten nem szeretnénk. Idegesítő, nem? Ezt biztos te is tapasztaltad már. Van olyan együttes vagy énekes, akiket rémesnek találsz? Gondolkodj! Fel tudod idézni valamelyik dalukat? Megvan a dallam, vagy emlékszel a klipjükre? Miért ragadt ez meg benned? A dal teljesen idétlennek tartod, és egyáltalán nem szeretnéd, hogy a fejedben maradjon. Mégis emlékszel rá. Az agy nem csak a pozitív és kellemes, hanem a kellemetlen dolgokat is megtanulja. A tanulás szorosan kapcsolódik az érzelmekhez. És még ha valamit teljesen butaságnak találsz is, az agyad akkor is képes megjegyezni azt. Tegyük fel, hogy valakinek fáj a feje. A kedve is rossz. És valaki még idegesíti is. Az agy ebben a pillanatban képes a legjobban megtanulni a fejfájást, és aztán emlékezni rá. Amikor legközelebb rossz a kedve, vagy valaki idegesíti, előfordulhat, hogy újra visszatér a fejfájás is. Aztán még rosszabbá válhat, és lehetséges, hogy egyszer csak folyamatosan jelen lesz. Az agy ugyanis egyre érzékenyebb lesz a fájdalomra. Egy idő után olyan dolgok is fájdalmat okozhatnak, amik korábban egyáltalán nem voltak fájdalmasak.
például a láb normális mozgatása, vagy egy kis izomfeszülés a nyakban, vagy a gyomor korgása. Hirtelen ez mind kiválthat fájdalmat. A fájdalmad annyira erős is lehet, hogy azt gondolod, biztosan elromlott valami a testedben. Pedig nem. Az akut fájdalommal ellentétben úgy is lehet erős krónikus fájdalmad, hogy a testedben minden jól működik. Elég bonyolult, igaz? Nézzük csak, mit tehetsz ellene. A legjobb, amit tenni tudsz, hogy elfelejted a krónikus fájdalmat, kitörlöd az agyadból és nem gondolsz rá többé. Sajnos ezt mondani könnyebb, mint megtenni. A fájdalom az agyadban keletkezik. Nem távolítható el műtéttel, és nincs rá gyógyszer, hogy csak úgy elfelejthesd. A műtétek és gyógyszerek a legtöbbször nem segítenek, ha krónikus fájdalmad van. A fájdalomcsillapítók csak néhány ritka esetben hatásosak, például migrén esetén. Fontos, hogy ilyen esetben pontos utasítást kapj az orvostól a fájdalomcsillapító adagolásáról. A legtöbb visszatérő vagy folyamatos fájdalom esetén a gyógyszerek egyáltalán nem hatásosak, sőt, inkább károsak. De akkor mi segít a krónikus fájdalom legyőzésében? Három dolog. Az első, fontos, hogy csökkentsd a megterhelő érzelmeket és a stresszt, mert ezek ronthatnak a fájdalmon. Figyeld meg, hogy mi vált ki rossz érzelmeket és stresszt. Lehet, hogy a sulid egyszerűen nem a legjobb a számodra. Vagy nincs időd magadra a rengeteg hobbid miatt. A szüleid sokat veszekednek, vagy csak egyszerűen szomorú vagy, és nem tudod, hogy miért. De lehet pusztán attól is, hogy valaki úgy ér hozzád, hogy te egyáltalán nem szeretnéd azt. Vagy attól, hogy piszkálnak a suliban. Esetleg bármi mástól, ami miatt nem úgy mennek a dolgaid, ahogy szeretnéd. Előfordulhat, hogy ezeket a problémáidat nem tudod egyedül jól kezelni. Ebben sokan tudnak neked segíteni. Például a szüleid, barátaid, rokonaid, a gyermekorvosod, a kedvenc tanárod, az iskolapszichológus, vagy akár egy telefonos lelkisegélyszolgálat. Sok mindenkitől lehet segítséget kérni. A második. Ha az agyad megtanulta a fájdalmat, akkor el is tudja felejteni. Ez úgy működik a leghatékonyabban, ha olyan dolgokkal foglalod le az agyad, amelyek segítenek elterelni a figyelmed a fájdalomról. Ebben egyszerű trükkök, technikák segítenek. Gondolj egy olyan zenészre, akinek a neve A betűvel kezdődik. Megvan? Nagyszerű. Akkor most keress egyet B-vel. És C-vel. És D-vel. Egészen addig, amíg végig nem érsz az ABC-n. Ezt a technikát figyelemelterelő ABC-nek nevezzük. Sok hasonló módszer van. Vannak, amelyeket csak indiai fakírok használnak, hogy képesek legyenek szöges ágyon ülni. Ezeket a módszereket nehéz egyedül megtanulni, hogy mégis elsajátítsd őket, abban a fájdalomterapeuták tudnak segíteni. A harmadik? Ne engedd, hogy a krónikus fájdalom visszatartson bármitől, amivel foglalkozni szeretnél. Akár szép dolgokról, akár nehezen elérhetőekről van szó. Sportolj, légy aktív. Járj rendszeresen iskolába, és érd el a céljaidat. Élvezd a barátaiddal töltött időt. Az akut fájdalom a legtöbbször alábbhagy, ha egy ideig pihensz. A krónikus fájdalom viszont sajnos egyre rosszabb lehet, minél hosszabb ideig folytatsz kímélő életmódot. Légy aktív, és tartsd kézben a fájdalmadat! Foglaljuk össze két pontban az eddigieket. A krónikus fájdalmat az agy megtanulja. A fekvés és a pihenés nem segít. A
A legjobb módja annak, hogy leküzd a krónikus fájdalmat. Ha a mindennapi dolgaiddal foglalkozol, eltereled a figyelmed a fájdalomról, és újra aktív életet élsz. Ha egyedül nem boldogulsz, kérj segítséget!